Köszöntöm nézőinket, Önök a Tolna Táj televízió híradóját látják. Tamis Ákos vagyok, főbb témáink néhány mondatban. Megvan az időközi választás dátuma, szerdán hozott döntést a Szekszárdi Helyi Választási Bizottság. Teljes rehabilitációra van szükség Domboriban, egyre apad a holtág vize. Nagy szükség van a segítségre, sokan súlyos megbetegedési problémákkal küzdenek. Erdőtelepítési támogatás, meghosszabbították a pályázatok megnyitásának határidejét. Megvan a dátuma annak, hogy mikor tartanak időközi önkormányzati választás Szekszárdon. Erről ma hoztak döntést a Helyi Választási Bizottság tagjai. A voksolás ugyanúgy fog kinézni, mint a korábbi alkalmakkor. Reggel 6 és este 7 óra között lehet majd az urnákhoz járulni. Egyetlen napirendi pontot tárgyaltak a Szekszárdi Helyi Választási Bizottság tagjai szerda délelőtti ülésükön. Annak az időközi önkormányzati választásnak a dátumáról kellett szavazniuk, amit Csillagné Szántó Polikszéna halála miatt tartanak a Tolnai megye székhelyen. Végül úgy döntöttek, november 13-án kerül sor a voksolásra. 5 szavazóhelyiség lesz, a 9-es, 13-as, 14-es, 15-ös és a 20-as számú SSB, ez 3 a kereskedelmi szak középiskolában, 1 a Mérei óvodában és 1 a Babics iskolában. Ugyanúgy fog kinézni, mint bármely más választáson, reggel 6-tól este 7-ig lehet szavazni. A leendő jelöltek szeptember 24-től vehetik át az ajánlóíveket, az erre vonatkozó igényiket viszont már szerda délutántól leadhatták a választási iroda tagjainak a Szekszárdi Polgármesteri Hivatalban. A választókerületben választópolgároknak a számát kell megnézzük, és ennek az 1%-át kell venni a kerekítési szabályokkal. Ez szerintem a 2019-ben olyan 29 körül lehetett, tehát hogy valószínű most is ilyen nagyságrenddel kell majd számolnunk. A voksolásra tehát november második vasárnapján kerül sor, az eredmény pedig várhatóan még aznap este, kora éjszaka kiderül majd. A magyar gazdaság az elhúzódó háború ellenére növelte teljesítményét, és az uniós rangsorban is előkelő helyen szerepel, mondta Varga Mihály szerdán közzétett videójában. A pénzügyminiszter hozzátette, az aszály sújtotta a mezőgazdaságon kívül, minden ágazat hozzájárult a GDP 6,5%-os növekedéséhez. Jól teljesített az ipar, a kereskedelem, a turizmus, a pénzügyi ágazat és az infokommunikáció is. A magyar gazdaság teljesítményének az alapja a munka. A foglalkoztatásban állók száma meghaladta a 4,7 milliót, a munkanélküliség rekordalacsony, a 3%-ot közelíti. Azon dolgozunk, hogy a háborús válságban is megvédjük a magyar gazdaság növekedését, megőrizzük a munkahelyeket, tovább csökkentsük a hiányt és az államadósságot. Harmadfokú, legmagasabb szintű hőségriasztást adott ki az ország egész területére szerdán 0 órától, péntek éjfélig az országos tiszti főorvos a meteorológiai szolgálat előrejelzése alapján a Nemzeti Népegészségügyi Központ ajánlására. Felhívták a figyelmet arra, hogy a hőség megviseli a szervezetet, fáradékonyabbak lehetünk, ezért javasolt sokat pihenni, kerülni a megerőltető fizikai munkát és mérsékelni a legmelegebb órákban a hosszan végzett sportolást, futást, kerékpározást. Az autóval közlekedőket is fokozott óvatosságra intették, mert rájuk is kedvezőtlen hatással lehet a nagy meleg. Kiemelték, lehetőség szerint délelőtt 11 és délután 3 óra között senki ne tartózkodjon a napon, valamint használjanak magas faktorszámú naptejet a leégés és a nagy UV-sugárzás ellen. Ezen kívül fogyasszanak sok folyadékot, lehetőleg vizet. Veszélyben a népszerű faddombori üdülőtelep strandja, hiszen a holtákból folyamatosan apad a víz. Az aszályos időjárás miatt a Nagy Dunából nem tudnak beletáplálni kellő mennyiségű vizet. Azonnali megoldásként egy mobil szivattyú üzemeltetése a cél, hosszú távon viszont az egész holtág rehabilitációjára lenne szükség. Most még fürdőzőkkel teli dombori vize, de már ezen a Hold-Duna szakaszon is komoly problémát jelent a víz rohamos mértékű apadása. A hiányzó mennyiség pótlására keresett megoldást a Dunaág 7139 Egyesület, akik júliusban egy gyűjtést indítottak, hogy a betápláláshoz szükséges mobil szivattyú üzemeltetéséhez a pénzt összeszedjék. Az akció sikeresnek bizonyult, ám újabb akadály gördült a holtágmentés útjába. Sajnos az országban más helyen is óriási katasztrófák sújtják a vizeket. Jelenleg a szivattyúk, azok a Velencei tavon működnek a vízmű részéről,
illetve a Paksi atomerőműnek ugye a leállása, illetve az alacsony Duna szintje miatt ott is készenlétben vannak a vízügyi szakemberek, ezért sajnos csúszni fog maga a vízbepótlásnak a kivitelezése. A majdnem egy méteres vízhiány pótlását tavaszra tervezik, de ez is csak átmeneti megoldást nyújtana. A hosszú távú cél, hogy a Holtágat folyamatosan ellássák vízzel. Erre ajánlott megoldást Horváth István országgyűlési képviselő, akinek az ötlete nem csak dombori üdülőtelep helyzetén javítana. Napelemes rendszert alakítanának ki a szivattyúknak, illetve víz kivételezési víztározók létesítését is tervezik a mezőgazdasági területeken, úgyhogy a mezőgazdaságot és a mezőgazdászoknak a bevonásával fog megtörténni a vízrehabilitáció a Tolnai, a Faddi, a Bogyiszlai és a Sión is. A fenntarthatóság a legfontosabb szempont, ezt kell szem előtt tartani, hogy hosszú távon tudjon működni a vízmegtartás a térség Holtágaiban. A kormány folytatja a kis benzinkutak támogatását, erre a célra 18,5 milliárd forintot különített el, mondta az Agrárminisztérium élelmiszeriparért és kereskedelempolitikát felelős államtitkára kedden. Nobilis Márton hozzátette, a támogatási program lebonyolítója még ezen a héten megnyitja az igénylés lehetőségét, a pályázók már augusztusban hozzájuthatnak az újabb támogatásokhoz. A kormány az idén márciusban vezette be a kis benzinkutak támogatásának programját, melynek értelmében literenként 20 forint visszanemtérítendő állami támogatást kapnak. Tanszereket, élelmiszert és ruhát osztott a Máltai Szeretett Szolgálat szekszárdi csoportja. A szervezet nap mint nap szembesül azzal a ténnyel, hogy jelentős áremelkedés miatt egyes családok komoly megélhetési problémákkal küzdenek. Minden eddiginél nagyobb szükség van az adományokra. A Magyar Máltai Szeretett Szolgálat szekszárdi csoportja 200 rászoruló családnak és nyugdíjasnak segít rendszeresen. A szervezet már 3 éve tart iskolakezdés előtt gyűjtéseket többek között az áruházakban, illetve minden hónap első kedjén nyílt adományosztást szerveznek. Azonban ezúttal nem csak tanszereket osztottak, hanem ruhát és ételt is. Most azért tudunk élelmiszert osztani nagy mennyiségben, mert a szekszárdi önkormányzattól kaptunk külön támogatást erre, és amit a lakosságtól érkezett hozzánk, illetve az önkormányzati segítséggel, most egy ilyen különleges, rendkívüli élelmiszerosztásra kerül sor, ahol most nem csak azok a családokat, támogatott családokat, ahol iskoláskorú gyerekek vannak, tudjuk segíteni, hanem mind a 200 hozzánk tartozó támogatottat is. Hesz Zoltánné elmondása szerint nap mint nap tapasztalják, hogy a folyamatos drágulás miatt súlyos megélhetési gondjai vannak az embereknek. Volt olyan támogatottunk, aki amikor meghallotta tőlünk azt a hírt, hogy most élelmiszert fogunk osztani, úgy beszélt, hogy ez számára szinte egy isteni csoda. De volt olyan család is, ahol elmondták, hogy beteg az egyik gyerekük, és a gyógyszerköltségek, illetve a megnövekedett anyagi terhek már minden jövedelmüket elvitték, és fogalmuk se volt arra, hogy jövő héten mit fognak enni. Úgyhogy most számukra ez egy ilyen életmentő segítség. A szervezet vezetője elmondta azt is, hogy az országos gyűjtési eredmények azt mutatják, hogy Szekszárdváros lakossága kiemelkedően teljesít, ugyanis egy-egy akció során rengetegen ajánlanak fel adományt a rászorulók megsegítésére. Az előző héten 16.249 új koronavírus megbetegedést igazoltak idehaza. Ezzel a járvány kezdet óta 2.021.648-ra nőtt a beazonosított fertőzöttek száma. Meghalt 117 többségében idős, krónikus beteg, így az elhunytak száma 47.083-ra emelkedett. Jelenleg 570 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 9-en vannak lélegeztetőgépen. Tolna megyében a járvány kezdete óta 43.061 fertőzöttet regisztráltak. A betegek száma a megelőző héthez viszonyítva tovább csökkent. A klímastratégiában meghatározott célok elérésében is nagy szerepet játszó erdőtelepítési pályázatok benyújtásának határidejét 2022. december 31-ig meghosszabbították. Ezt a támogatást bármilyen földterülettel rendelkező személy igényelheti. Egyetlen feltétele csupán az, hogy addigi kaszálóján, legelőjén vagy rossz minőségű termőterületén erdőgazdálkodás fog folyni a jövőben.
Továbbra is támogatja az Európai Unió és a kormány az erdőtelepítési pályázatot, hiszen annak határidejét további egy évvel meghosszabbították. Így december 31-ig vehetik igénybe a termőföld tulajdonosok ezt a lehetőséget. A támogatásra rendelkezésre álló összeg jelentősen emelkedett. A korábbi 58 milliárd forintról 103 milliárd forintra nőtt. Ulrich Balázs úgy nyilatkozott. Az erdőtelepítési támogatás nagy segítséget nyújthat az olyan gazdák számára, akiknek termőterületei az aszály miatt az idén nem teljesítették az elvárt hozamot. EU-s támogatás van erdőtelepítésekre, ami finanszírozza az olyan területeknek a beerdősítését, ahol nem erdő van. Szántó, rét, legelő, régi gyümölcsösék. Ezen keretén belül tudunk akár szarvasgombás erdőt is telepíteni, de egy sima erdőtelepítés is létrejött ebből a kerítésépítéstől, az ültetésig, az ápolásig, minden támogatnak. Hozzátette, egy sima erdőtelepítés esetén az első kivitel is megtérül, hiszen az teljes mértékig finanszírozza a pályázat. Utána pedig 11 éven keresztül az emelt összegű támogatás jár a tulajdonos számára. Fő célpont ugye a klímaváltozás lelassítása, nagyon jó széndioxid megkötő képessége van, de ez mind a talajjavítás szempontjában az állatvilágonak és mindennek egy jó kis otthon tud adni, de mivel nem kifizetődő manapság, hogyha valaki erdőt telepít, erre jó ez az erdőtelepítési pályázat, mert így legalább meg lehet csinálni önerő nélkül támogatási rendszerben az erdőtelepítéseket. Nagy István agrárminiszter szerint a környezet megóvása a tervszerű erdőgazdálkodás érdekében, és ahhoz, hogy biztonságos erdőművelést lehessen végrehajtani, a megfelelő tűzifa mennyiséget államilag kell biztosítani a tűzépekre. Több mint 36 ezer sorfát ültettünk el településeken, és 44 ezer hektárnyi területtel bővítettük az erdőállományt. Tehát mindent elkövettünk azért, hogy a közbeszéd homlokterébe kerüljön az erdő. Az erdőtelepítési projekt meghosszabbításának köszönhetően december 31-ig pályázhatnak a földtulajdonosok erre az Európai Uniós támogatásra. Iskolatáskák, füzetek, toltartók és más tanszerek adományozására hívta fel a figyelmet a Karöltve Szekszárd csoport közösségi oldalukon az iskolakezdés előtt. 25 rászoruló gyermeket, 11 fiút és 14 lányt választottak ki, hogy nekik és szüleiknek megkönnyítsék ezt az időszakot. Tehát itt van a posztunk, látod, akkor mindent beleírtam, és itt vannak a nevek. 14 nap múlva becsöngetnek, és megkezdődik a 2022-23-as tanév. Azonban az iskola kezdéshez számos dolgot be kell szerezni, ami jelentős anyagi terhet ró a szülőkre. A Karöltve Szekszárdért csoport 25 rászoruló gyermeket választott ki, hogy beszerezzék számukra a szükséges csomagokat. A támogatandó gyermekek korosztálya az elsősöktől a középiskola 10. osztályosáig nyúlik. A lényeg az volt ebben a kezdeményezésben, hogy mindenki, aki választ egy gyermeket, az vegye meg neki az iskola kezdőcsomagot, illetve a tanuláshoz szükséges egyéb eszközöket, vonalzót, ceruzát, tehát a legkisebb dolgokat, ragasztót, ollót, éppen ami kell ugye az iskolás élethez, és ha még tehetik, akkor ugye iskolatáskát is vagy vegyenek, vagy keressék meg a már nem használt táskákat, és adjuk őket tovább. A poszt kedden került ki a csoport Facebook oldalára, és másnapra már a gyerekek több mint felének biztosították a tagok a szükséges holmikat. 12-en maradtak tehát, 9 lány és 3 fiú. Azok a gyerekek várnak még támogatásra, akiknek a bejegyzésben a neve mellett nincs zöld pipa. Ami nagyon-nagyon nagy örömmel töltött el bennünket, az a tény, hogy azon túlmenően, hogy vállalják a tagok a gyerekek iskolakezdését, még azt is megkérdezik, hogy rendben, akkor mi a kedvenc mesefigurája, akkor úgy állítják össze a csomagot, van-e testvér, a testvéreket is szeretnék meglepni, szükség van-e esetleg ruhára, cipőre, bármi egyébre, úgyhogy tovább gondolkodnak már a tagok, és ezért nagyon-nagyon hálásak vagyunk. Szakács Szandra hozzátette, elmondhatatlan élmény, amikor átadják a csomagokat, arra kéri az adományozókat, ha tehetik, ne hagyják ki ezt a lehetőséget. Regionális híreink következnek. Kelendő a tűzifa, van elegendő a nyersanyagból. Erjed a must, széndioxid veszély a pincékben, akár életükkel is fizethetnek az óvatlan gazdák. Mesterségek nyomában népi építésztábort szerveztek Somogy megyében.
Óriási forgalmat bonyolítanak le ezekben a hetekben a tűzifa kereskedések. A rezsicsökkentés szabályainak változásával most olyanok is fatüzelésre készülnek, akik eddig gázzal vagy árammal teremtettek meleget az otthonukban. Na hát ezt kell így elfűrészelgetni, és akkor ezt egy ilyen darabot, ami nagyjából olyan 60-70 kiló, kell föltenni a hasítógépre, hát nem egyszerű. A rezsicsökkentés szabályainak szigorodásával párhuzamosan megnőtt a kereslet a kályhák és kandalók, illetve a tűzifa iránt is. Egyfelől azoknak is kell a fa, akik eddig is azzal fűtöttek, másrészt egyre többen gondolják azt, hogy fatüzeléssel faragnak le a gázszámlából. Az üzemanyagárak emelkedése ugyanakkor a faárára is hatással van. Óriási az igény, és ezt is el kell mondani, hogy a vevők is nagyon frusztráltak, szeretnének minél olcsóbban ingyen kiszállítással, de hát ugye azért ez manapság már nem lehet, de ennek ellenére megpróbáljuk kielégíteni az igényeket. A leggyakoribb tűzifák közé tartozik az akác, a bükk, a kőr is, az éger, a tölgy és a gyertyán. Mivel a kiszáradt fának jobb a fűtőértéke, mint a nedvesnek, ezért a friss vágást is érdemes legalább egy pár hétig szárítani. Ugye most sok helyről lehet hallani, hogy azzal a fával, amit még most vágnak ki, meg ezután vágnak ki, azzal nem lehet fűteni, azért azt gondolom, hogy lehet, főleg a gyertyánnal és az akáccal, hogyha kapnak. Hát nem kell bevinni a szuterinbe, nem kell levinni a pincébe, okosan el kell rakni kint az udvaron, az süssen a pia jó időben, szerintem egy-két hét alatt szárad annyit, hogy lehet fűteni. A tűzifa forgalmazóknak Magyarországon 2016 óta szigorú feltételeknek kell megfelelniük. A regisztrált eladóknak például kötelességük a többi között számlát, szállítójegyet, vásárlói tájékoztatót adnia a vevőnek. Tevékenységüket a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal ellenőrzi. Már erjedésnek indult a must a pincékben, a következő hetekben az életükkel játszanak azok, akik nem ellenőrzik le, hogy biztonságosan lemehetnek-e a pincéjükbe. A gyertyás módszert mindenki ismeri, a szakember szerint azonban megbízható módszer a mobil szénmonoxid mérő használata. Fontos a pincék szellőztetése is, ami szintén életmentő lehet az erjedés időszakban. Fény és hangjelzéssel figyelmeztet a rendszer a magas széndioxid tartalomra a Pécsi Borászati Kutatóintézet pincéjében. Ezzel egy időben beindulnak a ventilátorok, hogy csökkentsék a gyilkos gáz koncentrációját. Ez persze nem valós, hanem egy próbariasztás volt. Ipacs Szabó István borászati osztályvezető mutatta meg, hogyan működik náluk ez a biztonsági rendszer. A pincében erjed a must a cukorbontásából alkohol és széndioxid, vagyis must gáz keletkezik. Ez bugyog ki az üvegekből, és kerül a pince levegőjébe. Ez a folyamat okoz évről évre rosszul létet, vagy akár halált is, ha nem figyelnek erre a gazdák. Érdemes investálni egy széndioxid érzékelőre, egy mérőre, mobil eszközök is rendelkezésre állnak. Ha valaki önmagánál tart, beteszi a zsebébe, akkor jelez, amikor magas a széndioxid tartalom, és akkor azonnal el kell hagyni a pincét. Emellett értelemszerűen föl kell szerelni a pincéket a szellőző rendszerrel, relatív kis költséggel meg lehet oldani már egy ventilátorral, ami a széndioxidot eltávolítja a pincéből. Egy liter erjedő must csaknem 42 liter széndioxidot termel, amíg van benne cukortartalom. Ahogy az erjedés folyamata befejeződik, akkor a széndioxid termelés megáll, onnantól kezdve nem veszélyes egy pince, ez általában november végére be szokott fejeződni. Addig azért folyamatosan figyelni kell. A zárt térben összegyűlő mustgáz oxigénhiányos állapotot idéz elő, ami rosszul léthez, szédüléshez, hányingerhez, mentális zavarokhoz vezethet. Nagyobb koncentrációban cselekvésképtelenné tehet, fulladást okozhat. A széndioxid nehezebb a levegőnél, így a pincék alsó rétegeiben gyűlik fel. Ezért különösen veszélyes a kisebb gyerekekre a magasságok miatt. De a felnőttekre is hathat, ha lehajó elesnek. Ezért érdemes ellenőrizni a mustgáz szintet az erjedés időszakában. Ha lehet, akkor ne csak gyertyával tegyék ezt a szőlősgazdák, hanem mérőeszközzel is. Idén is megszervezte népi építésztáborát a Szennai Skanzen. A Szabadtéri Múzeumban ugyanakkor nem csak a kétkezi mesterségekbe kóstolhattak bele a gyerekek, hanem somogyi néprajzáról is sokat megtudhattak. Meg kell találni azt a szöget, amikor szépen levágja. Ilyen pad is készült a Szennai Skanzenben néhány nappal ezelőtt. A gyerekek közül sokan most fogtak először szerszámokat a kezükbe. Ez
fölhúztunk egy vékonyabb réteget, ami híresebb a nyugalomba, és utána így fölfelé csak. Nem csak pad, hanem hagyományosan agyagból és sárból épített tyúkból is készült a táborban. Nagyon szeretem a népi építészetet, érdekes, hogy a régi ember hogyan feltalálta magát, és szinte a semmiből összehozott egy konkrét lakóházat, én ezt csodálom, és én is szeretem ezt az építészetet. A skanzennek ebben a szegletében pedig apró házikók készültek. Utána ki lehetett vágni ablakokat, ajtókat, van, aki kicsit extrában hurkapálcikával, fogpiszkálóval megtoldotta. Utána még megcsináljuk a tetőt, mi például kitaláltuk, ott csinálok bele még ilyen kis agyag bútorokat is. Cserépkehet csinált most bele a Jászmin. Kézzel így leszeded, és akkor látod, hogy igazából már nincs is ott kéreg, amit neked meg kéne kaparnunk. A szennai skanzen táborában ugyanakkor nem csak a kétkezi mesterségeken és építészeti megoldásokon volt a hangsúly, sok szó esett a zselic múltjáról és hagyományairól is. Nem csak önmagában az építkezéssel foglalkozunk, hanem megpróbálom egy kicsit nekik úgy bemutatni Somogy néprajzát és magát a falusi népi építészetet, főleg kimondottan itt a zselicet érintve, hogy egész belássák a parasztembernek az életét. Hogy egybe szerepel a táj is, a körülöttünk lévő táj, illetve az abban élő ember is. És ne a közepén kezd, hanem mindig a szélén, és akkor könnyebb ezt feszítsd. A szervezők úgy látják, a tábori élmények és tapasztalatok később a gyerekek mindennapi életébe is beépülnek, ráadásul a skanzenben olyan dolgokat is felfedezhetnek, amiről az iskolában tanultak. Az egyik legapróbb termetű kutyafaj képviselőivel, csivavákkal népesült be a kaposvári Cseri Park. Ezt a fajta találkozót most első alkalommal rendezték meg, és az érdeklődés akkora volt, hogy még Borsod-Abaúj-Zemplén megyéből is érkeztek résztvevők. Fajta tiszta kutyus, apukája kék, anyukája hófehér, ő pedig egy ilyen fehéres, barnás, kékes kutyus lett. Matyi az egyéves apró csivava azonnal a család kedvence lett. Nagyon nyugodt, nagyon barátságos, most már látszik is, hogy ő a legaktívabb, igen, és mindenkinek adna egy puszit. Hát többségében kis lánykutyusok vannak, ő fiúcska. Szóval kergeti őket. Voltak, akik több mint 500 kilométert utaztak a találkozóra. Facebookon találtuk a bejegyzést, és a párom itt lakott, mint gyerek, kaposvári, de most mi Borsodból jöttünk egész idáig, kimondottan ezért. Őt is hoztuk el egy olyan helyről, ahol valaki egy szobába tartotta, hát elég baja volt neki. A szervezőknek összesen 6 mentett csivavájuk van. Először nem gondolták, hogy megtartják őket, de aztán annyira megszerették mindegyiket, hogy nem tudtak megválni tőlük. A fajta találkozót most először szervezték meg Kaposváron a Cseri Park kutyás játszóterén. A programokat szépségverseny is színesítette. Nekünk is van 6 csivavánk otthon, mindegyiket úgy mentettük, és azért gondoltuk azt, hogy tartunk egy ilyen kis csivava napot, ahol ismerkedünk emberekkel, kutyusok ismerkednek egymással, és jól érezzük magunkat. A Mexikóból származó csivava egyébként az egész világon az egyik legnépszerűbb kutyafajta, éppen az apró termete miatt. Végül nézzük Főbb-Tolna megyei híreinket még egyszer röviden. Megvan az időközi választás dátuma, szerdán hozott döntést a Szekszárdi Helyi Választási Bizottság. Teljes rehabilitációra van szükség Domboriban, egyre apad a holtág vize. Nagy szükség van a segítségre, sokan súlyos megbetegedési problémákkal küzdenek. Erdőtelepítési támogatás, meghosszabbították a pályázatok megnyitásának határidejét. Csütörtökön fokozódik a hőség, alapvetően napos, füllett, strandidő lesz jellemző, fátyol és gomoly felhőkkel. Csapadék nem hullik, általában mérsékelt marad a légmozgás, de helyenként átmeneti időre megélénkülhet. Éjszaka is eseménytelen időre van kilátás. Friss hírekkel legközelebb csütörtökön este jelentkezünk, addig is kövessék műsorainkat, illetve keressenek minket a Facebookon. Holnaponta friss hírekkel, érdekességekkel várjuk Önöket. Ha látnak valamit, ami Önök szerint figyelemre méltó, akkor azt osszák meg velünk, hogy másoknak is megmutathassuk. Mára köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!